Megkezdődött a 2022-2023-as egyetemi tanév, ami azt jelenti, hogy beindult az élet a Kolozsvári Magyar Diák Szövetségnél is. A szervezet elnökét, Hatos Attillát köszöntöm, akitől a Kolozsvári tanul, Kolozsváron tanuló egyetemisták lehetőségeire fogok rákérdezni. Szervusz Attila, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. E, ugye, hogy már is jó hírrel szolgáljunk a Kolozsvári Egyetemistáknak, az van, hogy buli lesz. Tehát készül az idei gólják éjszakája, október 18-án kerül erre sor. Mi a jelenlegi helyzet, hol lehet jelentkezni, mik a feltételek, hadd is a diákság? Uh, igen, ez az első ilyen belépő, úgymond a kolozsvári diák életbe. Még volt egy nyári egyetemünk a, a, a nyár folyamán, pont a magyar napok alatt, viszont ez az az év indít, amikor már tényleg jelenléti oktatás mellett itt vannak a diákok Kolozsváron, és most már hagyománya van, igaz, az elmúlt két évben nem volt a, a koronajárvány miatt, viszont itt Idén úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan rendezvénye magának a, a Diák Szövetségnek, hogy szükségszerű, hogy idén is megrendezzük a Gólyák Éjszakáját ami abból áll, hogy uh, csapatokban uh, versenyeznek egymással a, az első éves uh, Gondolom, hogy idén nem csak első éves fognak jelentkezni, hiszen uh, több generációnak is új élmény Kolozsváron egyetemistának lenni, és megismerni a várost. Uh, különböző stációk vannak felépítve a városban, és ezeket kell uh, járják a gólyák csapatonként, ahol megkapják a következő stációnak a, a, a helyét, de azt is ki kell deríteni, hogy, hogy hol lehet, vagy hogy hol van, vagy hogy épp mit ábrázol az a, az a helyszín, és akkor ott is megoldani a feladatot, majd így menni tovább a, a következő stációra. A legutóbbi évben 500 diák vett ezen részt, tehát idén is arra számítunk, hogy nagy érdeklődés fogja követni, és most ugye a diáknapok előtt ez az a rendezvény, ahol tényleg a kolozsvári, az itt élő kolozsváriak látni fogják azt, hogy, hogy különböző különböző csapatok, diákok, elsőves gólyák szaladnak körbe a városba, és különböző feladatokat próbálnak megoldani nagyon viccesen. Igen, az az igazság, hogy szerintem ez már a városnak is hiányzott, hiszen ugye, amint te is mondtad, a koronavírus járvány nagyon, de nagyon megvágott mindannyiunkat ebből a szempontból is a diákság sínylette meg a leginkább, úgyhogy így, ahogy mondtad, generációknak újdonság lesz, még akár a gólyabál is, legyen az akár harmadéves diák is. Meddig lehet jelentkezni, milyen, akár van valami díj, M úgy értem, hogy be kell fizetni ahhoz, hogy gólya legyen uh, az ember. Uh, igen, ez a gólyák éjszakája, mondjuk a gólya programjaink az úgy össze vannak kötve uh, teljes mértékben, tehát uh, a gólyáki a, a, nyári egyetemen is voltak különböző csapat feladatok, abból is jött egy, egy nyertes csapat, akinek ingyenes belépője van a gólyák éjszakájára, a gólyák éjszakájának a győztes csapatának uh, uh, ingyenes belépője lesz majd a gólyatáborba, a gólyatábort, aki megnyeri, az majd ingyenesen részt vett a golya bálon, tehát ezt így próbáltuk összekötni és motiválni a golyákat abból, abból a szempontból, hogy minél többen vegyenek részt. Igen. Uh, október október 17-én van a befizetés, most jelenleg, ami a KMDS irodában lesz, 30 lej per fő a részvételi díj, ami a programon való részvételt és ezt este az after party is jelenti, és ezt majd a KMDS irodában a Petőfi utca 21 szám alatt tudják befizetni a, diákok, és egy regisztrációs formot kell a, csapat csapatkapitány kitöltsön, aki beregisztrálja a csapat, Szapatot. Mi annak függvényében látjuk, hogy hány csapat regisztrált, és akkor el tudjuk dönteni, hogy hány stáció lesz igen, meg, tehát az meg Igen, az infrastruktúrát kapcsán, ahhoz ki. Tudjátok építeni. ki igen. Itt van a másik nagyon-nagyon fontos kérdés, ami szinte minden Kolozsváron tanuló diákot érint, az úgynevezett A az az A-kártya. Erről beszéljünk, miért fontos, miben segíti a diákokat, és miért az ő érdekük, hogy minél hamarabb álljanak sorba, vegyék ki az A-kártyájukat. Uh, igen, uh, akkor kezdeni ott a, a sorbanállás. Idén ez, ez teljesen átalakul, tehát uh, nem egy fizikai kártyát adunk ki, ahogy ezelőtt években is, hanem egy online uh, a, a kártyát tudnak kiváltani. Uh, lefejlesztettünk egy applikációt az elmúlt idős uh, során, ezt azért is szép ez a projekt kivitelezése, mert ezt öt műszak is egyetemista diák fejlesztette mondjuk május óta. Most, most egy kicsit csúszik a, a, kiadása az akártyának, egy pár napos átfutás, amíg mi föltöltöttük a különböző applikációs áruházakban, viszont ennek van egy jogi háttere, ami, amit néha-néha kihúzódik az idő, vagy, vagy nagyon gyorsan átfut. Most már már azt látjuk, hogy éppen az utolsó fázisban van, tehát a bármelyik pillanatban akár most is megjelenhet a, a különböző letölthető fórumokról. Ebben fel kell töltsenek egy képet magukról, ki kell töltsenek egy, egy, egy formot, egy, egy űrlapot, ami, ami, be, ami, bevezeti az adatokat, és fel kell töltsék azt, a, azt az igazolást, ami, ami, köti ahhoz, hogy ők, nekik jogviszonyuk van. És hogy miben segít az akártya? Igazából ez egy ingyenesen igényelhető diákkártya, és kimondottan a magyar diákoknak, a Kolozsváron tanuló magyar diákoknak szól. És hát az is a mottoja, hogy összekötjük a várost, ami ami azt jelenti, hogy mi próbáljuk azt, hogy a magyar egyetemistákat összekötni azokkal a magyar szolgáltatókkal, akik különböző kedvezményeket tudnak biztosítani a diákoknak, tehát akár kocsmákban, pizzázókban, kávézókban, és ezzel olyan pontokat kialakítani, ahol a, ahol a magyar diákok diverzen is tudnak találkozni, tehát egy szatmári, egy székelyföldi diákkal, vagy éppen egy nagyváradi, egy kolozsvárival, tehát ez a magyar viszonylag jól ki tud alakulni, így főleg két év után, és uh, emellett egy nagyon nagy uh segítsége az hogy, az, hogy van egy magyarul és ingyenesen igényelhető diákkártyája a magyar diákoknak, hogy ingyenes vagy kedvezményes buszbérletet válthatnak ki a, a, busz, a tömegközlekedési szolgáltatónál, ami, ami ez a szükséges, hogy legyen egy ellenőrzők, egy diákkártyájuk, és akkor elmennek és csináltatnak egy diákigazolványt, ahol 2020 óta 120 utazás biztosít ingyenesen a diákkártya Azért nem szóltam közbe, hogy minél több információ elhangozzék. Egy percünk van még hátra, úgyhogy még egy utolsó kérdés. Milyen jellegű problémákkal kereshetnek meg még benneteket? Lakáskérdés, bármiféle egyetemi probléma, mivel? Uh, igazából bármivel megkereshetnek a diákok, és látjuk is, hogy, hogy nagyon sok üzenet beérkezik a, a különböző social media felületeinkre. Uh, elsősorban uh, magának, mint a KMDS-nek is az, a, az a, a, a misszió, hogy a Kolozsvány tanuló diákok érdekképviseleti, érdekvédelmi és kulturális szervezete, tehát akár érdekvédelmi kérdésekkel, uh, hogyha, hogyha jogsértés uh, van a, az egyetemeken, próbáljuk, hogy, hogy az egyetemi vezetőségekkel megoldani a diákképviselőkkel, előkön a diák keresztül ezeket a problémákat, de akár lakhatással kapcsolatos problémákra is megpróbálunk választ adni, és, a karrierirodának köszönhetően Próbáljuk visszaállítani két év után azt, hogy legyen egy olyan támpontja, ahol karrier lehetőségeket is, vagy olyan kérdésekre tud a karrieriroda választ adni, amit a mostani egyetemisták keresnek és és el tudnak akadni benne. Köszönöm szépen Hatos Attilának, a KMDS elnökének, hogy befáradt, és azt is köszönöm, hogy ilyen gyorsan beszél a tévében, <laughs> ugye mindig időhiány van. Köszönöm nagyon!